December 29-én fogadta el az új, módosított földtörvényt a szerb parlament, amely lehetővé teszi, hogy a jogi személyek 30 évre bérbe vegyék az állami földeket. Az új kormányrendelet ellen heteken át tiltakoztak a termelők, többek között Szabadkán is. A gazdák most azt kérik a város vezetőségétől, hogy ne csak az óriás cégek és a jogi személyek érdekeit vegyék figyelembe a parcellák bérbeadásakor. A mezőgazdasági termelők egyesülete a napokban nyílt levélben fordult Maglay Jenő polgármesterhez, amelyben arra kérik, járjon közben ügyükért, és a 2016-os program által tegyék lehetővé a kisgazdaságoknak, hogy a város területén lévő, mintegy 2001 hektártól kisebb mezőgazdasági földterületeket megvásárolhassák. Vannak ilyen 0-18 fél hektár, 1 hektáros darabok, akik a privát földek mellett van, hogy megbővítse. Az állam is vannak ilyen kis darabok, ami nincsenek is kiadva. Mindig tudjuk, hogy 1000 hektárt városi szinten nem is adják ki. Miért? Azért, mert nagyon kis darabok, árverés, senki nem is pályázik. Ki azt csinálja? Nem tudjuk. Akkor legegyszerűbb, hogy adják-e. A polgármester szerint a kisterületű földek bérbeadásánál meg kell fontolni, miként segíthetnek a kistermelőknek. Nem tartja előrelátónak, ha az állam vagy az önkormányzat megválna az állami földterületektől, szerinte azokat meg kellene őrizni a következő generációknak. Örültem volna mondjuk, hogy egy pár évvel ezelőtt ezek a földműves egyesületek több ilyen nyílt levet írtak volna. Akkor, amikor 1000 hektárokat munkáltak még feketén, egyesek, akkor hallgattak. Úgy szintén ezek az egyesületek, amikor millió dinárokat kaptak ettől az önkormányzatokkal, különféle programokról, amire mai napig nem tudjuk, hogy mire lettek elküldve, akkor is hallgattak. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy kicsit más viselkedésre van szükség, de örülök annak, hogy ezeket a kérdéseket felhozzák, mert azt gondolom, hogy aktívan kell hozzáállni ezeknek a kérdéseknek a megoldásához is. Amennyiben az önkormányzat a most készülőben lévő 2016-os program által biztosítaná a kisgazdaságoknak, hogy felvásárolják az 1 hektártól kisebb parcellákat, a helyi termelők versenyképesek maradhatnának, olvasható a nyílt levélben. A program kidolgozásához azonban még a minisztérium utasításaira várnak.